pont a Centrál Színházban vagyunk. A színházban is hívásnak hívják, amikor a színészeket szólítják a színpadra a hívóból. És pont próbálunk itt egy darabot. Hogy ez legyen ez a darab, és hogy ezt most megrendezzem, arra a hívás, az kb. Egybeesik avval a telefonhívással, amikor ti felkértetek, hogy legyek zsűritag ezen a fesztiválon, ami ezek szerint a hívással fog foglalkozni. Nem kicsi kihívás az, hogy most így frappásan bármit erről mondjak. És remélem, hogy a filmesek, akik majd erre a fesztiválra beküldik az alkotásaikat, azok meg fognak felelni ennek a kihívásnak. Én nagyon szeretem a kisfilmeket, ez egy kisfilmfesztivál, és én összesen 10 kisfilmet csináltam különböző műfajokban, általában ilyen kicsit misztikus, furi dolgokkal kezdődött ez az egész dolog, de a legnagyobb kihívás az az volt, amikor Szarajevóban kellett csinálni egy Szarajevóban játszódó kisfilmet. A Szarajevói Filmfesztivál alkalmával történt ez a felkérés, és döbbenetes élmény volt ez a számomra. A háború sújtott a városban, ahol a háború sebei még mindig ott vannak, és még nem sikerült ezeket eltüntetni a falakról, a házak faláról. És ebben a sebzett városban igazából, ami a legsebzettebb volt, az az embereknek a lelke. Egy elég megrázó történetet filmesítettünk meg, ez volt az Alena utazása. Egy egészen drámai történet, ami kapcsolódott a háborúhoz, de amikor ezt a filmet csináltuk, minden egyes tábtag elmondott egy-egy történetet, ami az ő háborús története volt, amik szinte drámaibbak, tragikusabbak voltak, mint az a film, amit mi csináltunk. És igazából ilyenkor nyilván az a kihívás, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek az élethelyzeteknek megfelelni egy olyan filmmel, ami legalább annyira igaznak tűnik, és annyira megrázó, mint amit ők átéltek. Ráadásul ez az egész film a gyógyulásról szól. Tehát én azt gondoltam, hogy az a küldetése, vagy hivatása annak a filmnek, hogy a gyógyulásról szóljon, hogy azok a sebek, amik a háború alatt születtek, azok begyógyuljanak. Szóval egészen komoly dologról is szólhat egy kis film, és nagyon várom, hogy a pályamunkák milyenek lesznek, és remélem, hogy tetszeni fognak, és jó lesz a fesztivál.